Az elmúlt év végén számolhattam be arról, hogy már csak az időjárás az akadálya annak, hogy megkezdhessünk olyan útfelújításokat Bonyhádon, amit már nagyon sokan régóta várunk. 206 millió forintos támogatásban részesültünk Magyarország kormányától, hogy Bonyhádon 5 utca újulhat meg teljes hosszában, új aszfaltréteget kapva, és minden egyes beszerzést lefolytattunk már, gyakorlatilag a forrás rendelkezésre áll, ezért tényleg csak az időjárás volt eddig az akadálya annak, hogy nem kezdhettük meg ezeket a felújításokat. Most azért állunk itt a Jókai utcában, mert a héten még megtörténik a munkaterület átadása, és első ütemben a Jókai és a Hoffer Károly utca kerül felújításra, majd ezt követően az év során folyamatosan az ebben a csomagban szereplő másik három utca, konkrétan a Nádasdy utcának, a Táncsis utcának és a Vasvári Pál utcának történik meg még ez a felújítási sorozata. Filóni Ferenc Ibolya egy korábbi adásunkban jelentette be a fejlesztések elindulását. Az időjárás is kegyes volt az építőkhöz, így a kivitelező a szerződésben foglaltaknak megfelelően elkezdhette a lebonyolítást. E pillanatban több utcában is folynak a munkálatok. Ez a Hoffer Károly utca, ahol a kapubejáró kialakítása zajlik éppen. Jelenleg három helyszínen dolgozunk. Itt, ahol látjuk a Hoffer Károly utcában, itt az előkészítési munkák már hamarosan a végéhez érnek. Dolgozunk a Nádasdy utcában, ott a csapadékcsatorna kiváltását kezdtük el, és elkezdtük a munkát a héten a Táncsics utcában is. Ebben az utcában teljes hosszúságban minden bejáróban új kászegélyt építünk, a sérült szegélyek helyén új kiemelt szegélyek kerülnek kialakításra, teljes felületen új aszfaltkopó réteg készül, illetve ahol a csapadék vizelvezetés eddig nem volt megoldott, ott új folyókarendszert fogunk kialakítani. Olyan utcákat választott a város vezetése, amelyekre nagyon ráfért a felújítás, mert a baleset veszélyesség határán voltak. Az elmúlt évben a képviselőtestület döntött arról, hogy természetesen a felmérések és a tapasztalatok alapján, hogy felállít egy sorrendet, hogy melyek azok az utak, utcák, amelyek felújításra várnak, és ebben a listában már azért egy-kettőt kipipálhatunk, de még azért hosszú ez a lista, és ezek voltak a felújítás sorrendjében a szükségességet, forgalmat is figyelembe vettük, természetesen alapvetően az utak állapotát, azt, hogy milyen átmenő forgalom van rajtuk, vagy milyen intézményeket szolgálnak ki, és ezek alapján született meg a döntés, és ahogy a források érkeztek hozzá, úgy lehet ezeket folyamatosan megvalósítani. Ez az utca, ahol most vagyunk, ez egy 400 méter hosszú szakasz felújítását végezzük. A Nádasdy utca hasonlóan 440 méter hosszban készül, Táncsics utca szintén ez a nagyságrend. A Jókai utca volt itt, ahol már elkészítettük az előkészítő munkákat, az pedig egy ilyen 250 méter hosszúságú szakasz. Ez pedig már a Táncsis utca, ahol a legtöbb munka várt az építőkre, de láthatóan jól haladnak, több helyen már az új járda kialakítása is megtörtént. A héten megkezdtük a Táncsis utca burkolat felújítási munkáit is. Az öt lakóutca közül itt történik a legnagyobb beavatkozás, mert itt úgy mondhatom, hogy faltól falig, tehát új járda, új szegélyek és teljesen új aszfalt burkolat kerül kialakításra. És hogyha minden jól alakul és megjönnek a jó idők, akkor terveink szerint március végére, azaz nagyjából három hét alatt itt is teljesen új aszfalt burkolaton és új betonjárdán közlekedhetnek az itt lakók. Az útrekonstrukció első üteme megközelítően 70 millió forintba kerül majd. A kivitelező azt mondja, ilyen építkezésekkor arra is nagyon odafigyelnek, hogy az alépítmények esetleges hibái is kijavításra kerüljenek.